Sziasztok, Ádám vagyok, a tech2.hu-t nézitek, és a Crusher Flipcover Modern videótokját mutatjuk most be a Sony Xperia M2-es okostelefonhoz, amelyhez készítette ezt a svéd gyártó. A Tokotokigatel webáruháza biztosította. Kiveszem a csomagolásból a tokot. Az annyira nem egyszerű, mert eléggé jól bebugyolálta itt papírba és műanyagba ezt a gyártó. Gondoskodtak arról, hogy ne legyen olyan könnyen kiszedhető igazából. Így, akkor láthatjuk azt, hogy egy áttetsző, kicsit homályosított műanyag hátlapunk van, illetve egy flipcover részünk. Beleteszem az Xperia M2-t. Maga a flipcover az oldalirányos csiszolással rendelkezik, alul van egy Crusher logónk, felül pedig ki van vágva a hangszóró, így akár lecsukott állapotban is lehet vele telefonálni. Alul a alsó hangszóró és a mikrofon az teljesen szabadon van, oldalt ki van vágva a bekapcsológomb, hangerőszabályzógomb és kameragomb triója, valamint a nyakba akasztó helye is, felül pedig a jack csatlakozóhoz férhetünk hozzá kényelmesen. A hátlapon látható ki van vágva a kamera, a mikrofon, illetve a vaku, valamint alul az Xperia logót is kivágta a Crusher, így ez látszik. Viszont a hátlap többi része némileg elhomályosítva, kicsit világosan jelenik meg, köszönhetően a műanyag kialakításnak. A belső felülete a flipnek egészen puha, és a kijelzőt védi, viszont ha lecsukom, látszik, hogy nem kapcsolja ki, vagy éleszti fel a kijelzőt, ami azt jelenti, hogy ez nem egy aktív tok, nem tudjuk rögtön felkelteni a telefont azzal, hogy felemelem a flippet, tehát mindenképpen miután felnyitom, meg kell nyomni a bekapcsoló gombot ahhoz, hogy életre keljen, viszont egyébként természetesen mindennapi használat közben hátrahajtva így használható lesz a készülék, de ezt a kikapcsolás, bekapcsolás opciót én nagyon hiányolom belőle. Ez volt tehát a Sony Xperia M2-höz készült Crusher Flipcover Modern védőtok. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt. Sziasztok!